3, 2, 1, start! Ez már a második év, hogy Cegléd az egyik állomása a magyar kerékpáros körversenynek. A profi versenyzőkből álló mezőny június 30-án érkezik városunkba. A befutót a Digisport élőben közvetíti. Az is nagyon fontos, hogy ne csak a kerékpárversenyt mutassuk, az nyilván egy sportosabb, egy szűkebb szegmenst érint, viszont a Ceglédnek a bemutatása az nagyon-nagyon fontos lehet, ugyanis ez egy nagyon szép város. Tehát én már tavaly is voltam itt a Tour de Hongrie kapcsán, és nagyon tetszett. A város is bemutatkozási lehetőséget kap az országos csatornán, ez nagy reklám lehetőség Ceglédnek. A Digisport munkatársai és a verseny egyik szervezője bejárást tartottak a belvárosban, kijelölték a legideálisabb kameraállásokat, a kivetítők helyét is. Több mint 100 profi kerékpáros érkezik a városba, alig több mint 2 hét múlva. Míg tavaly a legerősebb csapat is már egy nagyon erősnek számított, az idén már még sokkal nagyobb, tehát hogy Giro szakaszgyőztes, kaliforniai körverseny szakaszgyőztesek fognak itt rajthoz állni. Jobban mondva, nem itt rajthoz, hanem célba érkezni majd a ceglédi szakaszon. A Tour de Hongrie teljes távja 750 km. A befutó mellett sok más program is várja majd a ceglédieket a belvárosban június 30-án délután. Hazaér a szökés! Lesz triál bemutató, és különleges kerékpárokat is ki lehet majd próbálni.